Köszöntök mindenkit, sziasztok ez a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Ha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a feliratkozás melletti csengő ikonra, hogy első kézből értesülhessetek új tartalmainkról. Ne felejtsétek el, hogy a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor mellett elindult a Beköltözve Hajdú Péteres című műsor is, ami Magyarország első olyan reality amely YouTube-ra készül, és 8 kamerával vesszük fel. Szóval iratkozzatok fel, mert olyan tartalmakat láthattok, amilyeneket máshol nem. Mai vendégem 2010-ben megnyerte az X Faktort, azóta számos tévéműsorban megmérette magát, amelyeket jellemzően meg is nyert. Most újra képernyő van, méghozzá új párjával, új szerelmével, Evelinnel. Láthatjuk őket minden nap az RTL Klub Nyerő páros című műsorában elfogadta meghívásunkat, Pastak Csaba. Csabi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon örülök, hogy újra képernyőn vagy az RTL Klub Nyerő Páros című műsorában. Miért vállaltátok ezt el? Nagyon, nagyon jó kérdés, mert kevés dolga voltam biztos az életemben, de abban, hogy ebben a műsorban soha nem fogsz elfelejteni, teljesen egyébként, tehát erre rátettem volna az egész vagyonat különben. Még jó, hogy nem így csináltam, mert aztán kidőlt, hogy mégis megyünk. Hú, hát nagyon sok betűete van, hogy miért minden műsort, amiben eddig voltam, ezt meg kell, indokolnom magamnak valamilyen módon, hogy ez valamilyen típusú művészeti tevékenységet is takar, és ezért jutottunk el odáig tavaly, hogy már azon mindenben voltam. Nem nem, nem nem tudok már olyat mondani, hogy, hogy a Star wars kezdve, a x faktorral kezdve. Te várj, te volt a Hollywoodban is. Igen, volt, volt saját műsor is, szóval, hogy tényleg nagyon sok mindent csináltam, de mindig valamilyen tekintetben meg kellett magam győznöm arról, hogy ez egy ilyen művészeti dolog. Tehát vagy a film, vagy a, vagy a színészet, vagy a, a zene, vagy bármiféle volt egy műsor a tv 2 ott meg különböző művészeti ágazatokban lehetett magad kipróbálni, Tehát ott is meg tudtam magamnak magyarázni, hogy ez, hogy ez miért jó nekem, és hogy miért művészet. És itt viszont valahogy évek alatt sem tudtam magam rá formálni, hogy, ez, hogy ebben mi a művészet. Aztán utána hallottam róla, hogy ez egy, ez egy elég komoly, ilyen pszichológusok által összelakott belső utazás, illetve a, a pároddal egy ilyen közös még jobban megismerés, egy ilyen közös, közös út, aha, amit, amit így, amit egyébként most már egy utólag azt mondom, hogy mindenket nagyon javaslok. Most nyilván otthoni körülmények között ezt nem lehet kipróbálni, és nem az, amit a nappaliba te is csinálsz magadnak egy erőpárost, de, de alapvetően, hogyha az ember beteszi, ezt a pár napot, attól függ, hogy melyik maradott, ugye, csak több lesz tőle, és jobban megismeri magát is, hogy mitől tart, mi az, ami tud lépni, mi az, ami mit, miért tesz meg, Uh, és ugye, hogyha nyilván, hogyha szerelmet be, de tök jó benne, akkor, akkor semmi sem, uh, semmi sem akadály, és az egyébként tényleg van, hogyha magadért van, nem is tennél meg, akkor a másik nyilván hamarabb megteszed. Érdekes. De te azt gondoltad, hogy ti már készen álltok uh, ilyesféle próbatételekre? Szerintem, uh, szerintem azt nem gondoltam, mert a <laughs> végig amúgy. Uh, nem vizsgáltam egy ilyen aspektusból ezt a, ezt a dolgot én nagyon hittem magunkban, a hittem abban, hogy, hogy, hogy vagyunk ilyen, ilyen, jók, és hogy ezt, mivel ez egy páros játék, ezt együtt tudjuk jól abszolválni. Én úgy gondolom, hogy, hogy, olyan sok mindent megéltünk az elmúlt időszakban együtt, hogy, hogy amiken átmentünk, az az sok-sok évnek felel meg, akár ilyen, én most nagyképűen azt szoktam, hogy mondani, ilyen, ilyen túlzásokban, bocsánat, hogy ilyen, ilyen 10-15 évnek megfelelő uh, ismeretanyagunk van egymásról illetve a bizalom és a, a kapcsolatunk ereje az, az, mindenképpen ezt, ezt hivatott velem kimondatni, de, de tényleg így is gondolom, tehát hogy, hogy, voltunk annyira e, nagy bizalommal a másik irányába, hogy, hogy e, tudtuk azt, hogy nem, nem kell azon matekozni, hogy ki mit tenne meg a másikért, hanem tudtuk azt, hogy mindenki, a, má, mindenki mindent meg fog tenni, akármi jön szembe, teljesen mindegy, hogy, hogy most mit tudom én, kígyók, békák, vagy, vagy e, sötét, vagy, vagy magasság, vagy ilyesmi. Tehát nem, nem feltétlenül ez a lényeg, hogy a másikat nézel, akkor nincs lehetetlen. 2010-ben én is néztem nyilván az X-faktort, amit megnyertél, de hát erről még beszélünk. És a nyilván azért médiában dolgozom, követtem a pályádat, de én mindig azt gondoltam, hogy te a, te, te a szerencse fia vagy. Jóképű menőcsávó, aki csajózik fellép, és még az X-faktort is megnyeri ez is összejött neki, stb. stb. Tehát én, én nem, nem, gondoltam azt, hogy, hogy tenyre is, vagy egészen pár évvel ezelőttig, Ezt reméltem, a, hogy nem hagyott ki, igen. Amikor a Miskolci Sőrfesztiválon Ergo koncertet néztünk igen. a ből és oké, okay, lehet, hogy a, a sokadik pánika után, de ott sírtunk egymás vállán. Ez az, ez egyik legjobb találkozás volt az életemben. De különben. nekem is. Most akkor azt mondtam, hogy Atya, Úristen, ez a csávó, ez mekkora Igen, szerintem ott lettünk egyébként ilyen, ilyen örök, örök jó barátok, amúgy is ez egy... Ha nem hoztad volna fel, én is elmondtam volna egyébként a kedves nézőknek is ezt az egész szituációt, mert, mert ez egy nagyon-nagyon meghatározó beszélgetés volt amúgy. És mindenketten éppen valamiből menekültünk, vagy valamibe vagy valami menekültünk, vagy, vagy vala, valami dolgot akartunk megoldani az életünkbe, és éppen egy ilyen nagy kuszaságban voltunk, és szerintem tök jól tudtunk egymásnak olyan hasznos dolgot mondani, ami hát a többek lettünk ott abban a 10-20-30 percben, aztán meg a többi sok-sok órában, <laughs> még a többi, többi ital fogyott el. Úgyhogy, hú, én nekem kevés ilyen, 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 aha élményem volt barátokat illetőleg, úgyhogy te köszönöm, hogy, itt, hogy köszönöm, hogy ott lehettem abban az másodpercben, és azt is, hogy most itt lehetek veled. Én is köszönöm, de az is meglepet, hogy, hogy nagyon bírod a piát. Puh, de mint hogy a versenyeztél volna, hogy, hogy akkor volt igen. egy olyan hogy először csak le akartál inni. Úgy indult az egész. Igen. Vá, nem, hát a... engem volna. Szerintem. Nekem az volt a normális, szerintem. A, nem, nem, nekem ez nem volt egy versenymunka, vagy versenymű, de Hozzátenem, hogy emlékszem, úgy, amikor legutóbb találkoztunk, az meg szerintem itt volt Pesten valahol, akkor pont ezt mondtam, hogy az, abban a nagy szarban, amiben akkor voltunk, és hogy mindenketten egymás vállán pityeregbe elmondtuk az egész életünket, hogy milyen szép az élet, meg milyen, az élet egy ilyen nagyon szép, bonyolult dolog. És hogy milyen sok kanyarral, meg milyen sok erőfeszítéssel jutunk el aztán egy másik pontba, amiről épp aktuálisan azt hiszük, hogy ez most egy ilyen végpont, de nyilván utána is majd kanyarog, és utána is lesz egy csó minden, de hogy, de hogy visszanézve az akkori problémánkat, nem egy kis probléma, vagy nem kis dolog, de hogy, de hogy már kicsit ilyen ilyen mo kicsit mosolyogva tudunk ránézni, egy kicsit, kicsit úgy vagyunk rá, hogy na jó, hát ebből is erősebbek lettünk, nem haltunk bele, többek lettünk tőle, küzdőbbek lettünk tőle, okosabbak lettünk, meg hát egy picit bizalmatlanak is egyébként, de hogy, de hogy, de, hogy, de hogy ja. na mindegy. A kérdésedre válaszolva pedig, hogy, hogy mi volt a kérdésed? Nem csak volt egy olyan érzésem, hogy versenyeznek ja, a, végül, a já, Fú, azt én na, nagyon, nagyon sportszerűen sportként megélve műveltem nagyon sok éven keresztül, most nem iszom alkoholt, szerintem úgy hát lassan a két éve. Semmit? A, a nem iszom alkoholt, nekem azzal volt mindig a bajom, hogy soha nem akartam semmire azt soha, és ezért attól tartottam, hogyha ha azt kell mondom, hogy soha tehetném sem alkoholt, az egy nagyon rossz érzés lesz. Azért a lehetőséget mindig meghagyom, hogy ilyassak, tehát hogyha ha, mint a feleségemnek már egy gin akkor bele szűrcsőket, hogy milyen az íze, de már nem vonz annyira. Valamelyik nap megítem ott egy-két sört. De azt, hogy Igen, tehát ilyen, olyan már Az a helyzet, hogy most meg tudom számolni, hogy két év alatt mondjuk hányszor, hányszor érintkeztem bármilyen típusú alkoholra is. És most volt egy Gánzárózis koncert az arénában, ami egy nagyon-nagyon jó helyről tudtuk végignézni, és a feleségemnek az volt a kérdés, hogy rúgjak be. <gül> és <gül> vannak ilyen kérdés. egyébként tényleg egy ál feleség amúgy tényleg, tehát mindig hoztál söröket, mindig jéghideg sörölt a Ez nem tudom, hogy hány, hány, hány feleség kéri így, így, meg a, a férjét, hogy rúgjon be. Szerintem kíváncsi volt egyrészt, hogy, 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 fogom viselni, másrészt pedig nem is nagyon volt hozzá kedvem. Tehát Magamra se ismertem úgy, hogy van ilyen, hogy nekem ezt tukmálni kell, hogy, hogy rúgjak be, mert amúgy most ha meg kéne bármit innom, akkor inkább zavarna, és inkább azon a, az a bajom, hogy keresem a szavakat, hogy butább vagyok, hogy, hogy nem látom az összefüggéseket. Tehát most már inkább ez a, ez a nyomottság inkább zavar. Az de mindegy, aztán rábeszélt végül is, tényleg eh, megittem a magamét aznap este, 20, 22 sörig számoltuk körülbelül, meg még a járulékos ez az mellé és nem volt semmi bajom egyébként. Tehát mondjuk egy álmon bátvaró, ezt én is, hogy a kedvenc zenekaromat nézve a feleségemmel egy páholyba, a kedvenc sorban viszont, szóval tényleg ez egy, ez egy 18 éves koromban, hogyha ezt mondták volna, hogy ez majd 40 éves koromban, ez már így, ez egy ilyen kép lesz, akkor felé azért igyekeztem volna tényleg. Bárcsak 40 lenne. Ez egy szép. Ja, 40 vagyok, igen. Tehát úgy értem, hogy hogy... Csak 41 volt. Uh -huh. Én azt hittem 43. Nem, csak így most ez egy ilyen uh -huh. metaforikus kép volt, nem én akartam magam, így 40 fölt <laughs> az ember, nem én, csinálja. Én a 43 egy év Igen, nem. Igen, de hogy... Tehát olyan ebben a, korodba korodban ez egy ilyen tök szép kép volt, amit ott nekem nagyon jó érzés volt megélni, és másnap meg nem ittam tovább, és nekem ez volt igazából a legfőbb bajom, hogy, hogy, hogy mindig volt... Uh, mindig volt egy, egy, másnap, és mindig volt egy olyan uh, szituáció, aminek meg kellett felelni, egy koncert, egy megjelenés, egy bármi. És mikor az egyik koncertem, mondjuk nekünk egy gyakran, mondjuk egy nap több koncertünk is volt, és hiába mondtam azt, hogy nem iszom koncert csak utána, de ugye mindig a, valaminek az utána az valaminek az előttje volt, szóval igazából ez egy ilyen jó, jó poénnak ígérkezett, vagy, vagy bizonyult, de hogy, hogy a nem bírtam, és a sem is rájöttem, hogy ha megiszom hozzá ezt-azt, akkor ez remekül tudja orvosolni a másnaposságot, és ez meg azt nem lehet, hogy az embert húzni abba, hogy három-négy hónapon keresztül másnapos, illetve ittas vagy, és hú, ez, ez elég kimerítő tudnánk, de valahogy azt éreztem, hogy engem ivásra gyártottak, tehát tényleg úgy, úgy bírtam, hogy hát te is mondod, nagyjából, mint kávésen. De már a szenvedélybetegség határán voltál? <haz> Gondolkodtam ezen, hogy abba tudom-e hagyni, ha akarom, és, és volt, hogy nagyon nehéz is volt abban, de és sosem azért ittem, szerintem, hogy na, ez egy nagyon jó kérdés. Mert szerintem ott várjuk el a kettő egymástól, és ezt mindig is akartam, hogy egy tévűsorban különben, hogy az a különbség, hogy, hogy azért szól, hogy jó legyen, vagy azért, hogy ne legyen rossz. És szerintem, hogyha azért is szól, hogy ne legyen rossz, az már nagyon rossz. Ugye? Ha csak azért is szól, hogy jó legyen, ne egy foci meccset, hogy elmész a haveréddel a városban, mert ugye péntek van, vagy szombat, akkor az egy ilyen megszokásból történő alkohol abúzusnak tekinthető, ahol mit tudom én, nagyjából így belekerültél is a többiekkel a hülyeségbe. De hogyha már azért kell hogy ne legyen rossz, az már egy menekülést feltételez, és azt, hogy, hogy vannak olyan dolgai, amit, amit, egy más külső anyagnak a túlhasználatával próbálod megjelensúlyozni, és ez már terel abba az irányba, hogy valóban ebből függőség is lehet. Esetemben egyébként szerintem elég a voltam, meg, a, meg, az egésznek a határa voltam. Tehát nagyon sok szó volt az, hogy kórház lett belőle. Kórház so, so, so sok, sok elvonó? Sokszor voltam, el, sok voltam elbonón, de az elmúlt azt én csáltam magamnak igazából. Tehát, bementem a kórházba, elmondtam, hogy annyira profi voltam már ebben, hogy, hogy tudtam, hogy milyen ionok, sok, milyen infúziók kell, és akkor bementem mondtam, hogy ezt szeretném én azt szeretném tehát teljesen tudományosan, én gyerekkoromból orvos akartam lenni, tehát ebben nagyon kivők művelve, és tudtam pontosan, hogy mit kell eh, ahhoz beadni, hogy, hogy ne legyen annyi a szar, de ugye... Nekünk, de ezt csak úgy beadják? E, 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 szerintem, hogyha, hogyha olyan e, helyeken kopogtatsz, ahol, ahol tudják, hogy ez egy ténylegesen komoly, e, probléma, akkor igen, tehát ez nem... Ez a sem... sürgősségnek hívják a legtöbb. Igen, tehát nekem ez semmiképpen nem a, a, a hobortos másnaposságot előző osztályon történt, hanem többnyire, igen, ezek már ilyen sürgősségi dolgok voltak, illetve volt egy olyan szituációs, ahol egy koncertről hazamenet mondta egy orvos, hogyha most nem megy haza, akkor nagyjából tám, vége is van, mert ja. olyan volt a LKG, mint egy ilyen magyóimzés, úgyhogy... És egyből a kórházba. Aha, hát hogy azt, azt, már az érzed. Tehát ugye nagyon sok alkoholtól ugye... De mentél, az is mit éreztél, hogy nem tudod, hol van? Ez úgy néz ki, hogy sűr lesz a véred, ugye. Az alkohol nagyon sok vizet von el. Hogyha nagyon sokat iszol, nagyon szomjas leszel, de hogyha alkohol iszol a szomjas, szomjúságodra, még több vizet von szel. Ezáltal a, a, az eredbe, az eredben a vér, mint a méz úgy kezd el szépen lassan kúszni, és nem nagyon tud ö, oxigén szállítani és aztán még szomjasabb és még megiszol az egy-két csört, mert hülye vagy, és azt a végén meg már teljesen remegés, ájulás, minden, meg a keringés összeomlás az, ami ugye valamilyen szinten fenyeget. Ezek, ezek egyébként mind nagyon komoly tanulságok is voltak, és nagyon jól abba az irányba tereltek, hogy hogy, 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 ennek nincsen semmi értelme. Illetve, bocsánat, hogy csapomok, de nekem van egy olyan vetülete is, hogy én mindig rockzenével foglalkoztam, és kiskorunkban ugye azt halljuk, hogy a rockzenészek mind drogosok, meg alkoholisták, meg mit te, meg hogy mekkora buli az egész életük. Excelóz. Igen, Excel És Excelóz tök jó példa, mert hogy Excelóz egyébként ez volt a mese, ugye, hogy ő hogy iszik meg, mit tudom én. Aztán csak időt, hogy Exerozom, hogy minden koncert után hazamegy, és egy tök csávó, mert amúgy készül arra, hogy más Most is már. Lesz. Rége, ő régen is mindig hazament. A Slash nem ment haza, és ő, neki már pacemaker is van az volt a különben. De hogy általában ezek a rockstarok, -ok, ezek vagy meghaltak tényleg, ahogy illik, vagy ha, vagy ha nem, akar abba amúgy. És bár 20 éves koromban én is úgy voltam, hogy 30 éves koromig akarok élni max, ez volt így betervezve, és, a, de ez 29 éves koromban már nem tűnt olyan... olyan a jó vicces, perspektívának jó. Ott, ott már nem volt olyan nagy uh, életpályamodell. De miért sem. azt gondoltad, hogy addig hedonizálsz, és akkor ez egy a kulcsot 30 éves éves Úgy voltam, hogy úgy voltam, hogy ezt az életvitelt nem lehet túl sokáig csinálni, és ez, a, ez volt a, logikus, hát meg hát 20 éves korban hülye vagy. Tehát 20 éves korban az úgy vagy, el, hogy a, hogy a 30 évesek, na, ó, még a 40-esek, hogy azok már azok vén hülyék, és nem tudnak ezek semmit, meg hogy mi vagyunk a legokosabbak, meg mindenki íző, izé, fogalmunk sincs arra, hogy mit érzünk, meg mit gondolunk. 20 évesen az a dolgod egyébként szerintem, hogy, hogy ezt az én is úgy voltam, hogy mindenki hülye egyébként, és én vagyok helikopter, és majd akkor repkedek mindenhova. Csomó mindenben úgy igazam lett, és a mostani 20 éveseknek is egy csomó mindenben igazuk van, amúgy, és én nem is nagyon szerettem akkor sem, és most se ezek a mai fiatalok dolgot, mert, mert amúgy, hogyha úgy forgatod a dolgokat, akkor egy idő után igazat tud lenni, de tény és való, hogy a idő előhaladtával sok mindenről bebizonyosodik, hogy, hogy kicsit túl gondolt vagy túl vagy vagy, 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 hülyeség volt, vagy a hormonok voltak, vagy a bármi volt, szóval, hogy érted, 20 évesen még mindenkinek az a dolga, hogy hülye legyen. Csak én kicsit kihúztam egy, egy mély húszszal kávé, és aztán, aztán voltak volt sok-sok próbálkozásom a normális élet irányába. Volt, hogy egész sok hónapig nem is hittem semmit. Ugyanúgy rászoktam a sportra egyébként. Tehát, hogy volt olyan, hogy... Ez el... látszik egyébként, tehát nem, nem most kezdtél el így kinézni. De, de most nem olyan vészes, de amúgy én gyerekkoromtól kezdve sportoltam, mindig ilyen azt hiszem, hogy eh, talán 7 vagy nyolc éves koromban kaptam az első pingpongütőt, ütőt, amivel utána először pingpongoztam, aztán kézrabdáztam. Ugye a Veszprém az egy, az egy ilyen kötelezvény, tehát ott úgy vagy a kézilabda mellett, mit csinálsz még De, de milyen szinten kézőztél? Hát ott mindenki nagyon komoly szinten kézik. Nem, nem de Nem, de hát ben úgy van, hogy mindenki viszonylag komoly szinten kézik, mert abból volt az után, utánpótlás, akkor még a fotexnak nak az volt még a Westprime kézilabda csapatnak a neve. De hogy hogy akkoriban mindenki potenciális utánpótlás volt, és a, az edzők úgy járkáltak az általános iskolában már, hogy, hogy ez a gyerek ez jó lesz, akkor ezt, 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 ezt arra kell nevelni, arra kell. Tehát a tesi órák effektíve mind nagyon kéz, a felkészítés volt. Úgyhogy egyszerűen mindenki jobban játszott, mint mondjuk mit most nem akarok más várost mondani az átlag gyerekek. De utána fú, csináltam mindenféle sportot, tényleg a, a világ összes sportját, és mindenben nagyon-nagyon jó voltam amúgy, ezt most így nem nekem kell mondanom, kicsit nagyképű hangzik, de sajnos a sportokban tényleg... Hát ő, mond az igaz. Gyerekkoromtól kezdve tényleg jó voltam minden sportban, általában mindenben ilyen, ilyen élmezőimben voltam, és ez későbbiekben olyan, olyanná tud válni, hogy utána elmentem a tév irányába, ott nagyjából minden tév is volt, megnyertem, beindultam, indultam, esnek ezt sem nekem kell mondanom sajnos, de tényleg kis egy-két kivétele így van, és ez, ez egy olyan pszichológiai folyamatot tud elíteni, hogy, hogy ö, nekem egyet például kellett járnom pszichológushoz amúgy, és rendesen ez egy olyan problémá vált, ami, ami a, a hétköznapjaimnak a kárára vált. Tehát nem ez, ez az állandóan ö, első akarsz lenni, nyerni akarsz, leggyorsabb, legtöbbet inni, és azért most ide kapcsolni ez a, a történethez, mert ez is ebből fakad egyébként, hogy nem többet ne cigizál senki, nem olyan gyorsabban az autóval, ne így gyors senki, mindenben a legdurvábbnak kell lenni. ami jön abba, a legnek kell lenni. És az ugyanúgy a jóba is, és a rosszba is. Szóval, hogy szerintem, hogyha az ember ezt elengedő, nem kell, oké, okay, a versenyszervet nem tudja szerintem egy ilyen gyerek sohasem elengedni, hogyha már így nőtt fel, de hogyha, hogyha legalább el tudod fogadni, azt most csak második voltál, vagy harmadik, bár most, kimondtam, már izzadt a hátam, de hogy, de, hogy, de hogy, egyébként, ha, hogyha ezt megérted, hogy ez a dolog ez a realitása, és hogy három pontos dobásból is van olyan, hogy, hogy százból mondjuk húsz mellé megy, akkor nem annyira Nevész. De ez, ehhez valóban el kellett járnom olyanhoz, aki tudta, hogy miről beszél. De el volt a és azt hittett, hogy miért adtál fel a nap, ezért kellett járnod, a, a, nem, oszor? nem, hanem pont azért, mert nem tudtam veszíteni semmiben. Tehát volt, az előbb a sok, sok, De nem is, is nagyon veszítettél. Hát épp ez az, az, hogy nem, de amikor viszont igen, akkor... Ezt <coughs> kiborított? Akkor hát volt egy olyan, a, volt egy tévűsor, amit nagyon nem nyertem meg, az, azt hiszem, hogy ötödikek vettünk, vagy nem isnek. És utána három, három, hétre nem is emlékszem, három hétig ittam egy folytába, úgyhogy a, a, világ legrosszabb embere vagyok. Hú, ez valami du nagy duett. Nagy duett című. És ennyire kiborultál nagy duett. Az, azon, azon nagyon kivoltam. De úgy ki hogy, hogy a, még a beszélgettünk, azt hiszem hajnali kettőkor, hogy milyen szarú vagyok, és felhívtam, hogy ti Ez itt fekszem, és milyen szar az egész. Szóval, hogy én ezekre rendesen tönkre tudtam ezekbe menni, és, és utána is, nem tudom, miután már végre abba, abba a, a saját magam mostorozását, hogy milyen szar vagyok, utána el, el kellett járgatnom megint csak szakemberhez, hogy elmondják, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, és hogy nem ennyire ö, kétdimenziósan kell megítélni a, a dolgokat. De hagytak már el téged például? Tehát szerelmi csalódásért már? Persze. Szerintem, és az nem viselt maga kellés. annyira? Hú, ez nagyon érdekes, mert ebben sem nem tudtam felejteni. Tehát, kezdjük ott, hogy még kezdve soha nem szeretett az, akit én szerettem, de szerintem sok mindenki el van így, hogy mit tudom én kelt, szeretett Katit, ő meg mondjuk a, a Laci szereti. Szóval, hogy az iskolában mindig uh, volt, volt, egy vagy két ilyen nálam magasabb, vagy nálam erősebb, vagy sportosabb, vagy, vagy rosszabb tanuló, ezáltal rosszabb, vagy menő csáó. És uh, én meg azért jó tanuló voltam, tudod, mert mit ez, szóval hogy nem voltam annyira ennek a ennek a menőségnek az érén. De várj, ezt nem te vagy az első, aki azt mondja, és azt próbálja nekem bemagyarázni, hogy az a menő, aki rosszul tanul. Uh, én, én, is, én is jó tanuló voltam, de attól még menő voltam, tehát nem az volt a menő. Tehát a mi iskoláinkban, aki megbukott, az volt a ciki. Az, az már egy másik téma egyébként, hogyha valaki megbukik, amúgy, de nálunk úgy volt, hogy például én azt hittem, hogy a jó tanulók is nem csak a jó tanulók is fognak majd összejönni, és ez, ez ilyen. 8-9-10 éves koromban rendes törés volt az életemben, hogy rájöttem, hogy, hogy, hogy hát a jó tanulók kislányoknak tetszenek a kettes-hármas tanulók is. És nem, volt, hogy nem is értettem, hogy a hogy a, mit a Peti haverom mérjön be a nem tudom már mely, melyik kislánynak, és, és mondjuk mérem, melyik utolsó félpanék volt. De még mindig jobban jártam ezzel a tévhittem, így legalább nem lettem hülye gyerek egyébként, és legalább okos voltam, és jól tanultam. mindegyik egy másik példa tévhittem, de alapvetően nekem így nem azt hiszem, az első barátnő az tizen, négy éves koromban volt, vagy ami tehát hogy, hogy uh, általános iskola után, amikor elmentem a középiskolába, akkor úgy vettem, hogy most akkor itt, fuh, itt, le kell tenni nagyon a, a névjáját, hogy tudják azt, hogy, 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 hogy ki jött ebbe az épületbe, mert itt most akkor tiszta a fehér lap, ezt most már én tele úgy, ahogy akarom, itt most már az a, ugye rájöttem, a, szerintem 11 éves koromban kávé rájöttem, hogy ez egy mese, és magadról meséled, és a többiek meg azt hallgatják is, hogyha, hogyha ezt mondod magadról, nem kell hazudni nyilván, de hát magad akit ad a saját magad mesét, vagy a saját magad filmjét, ezt csinálod, akkor ez lesz, hogyha azt csinálod, az lesz. És akkor azt hiszem, hogy a 14-es koromban egy negyedikes kislánya, aki idősebb is volt, meg, meg nyilván sok nekek bejött, és akkor ő volt az első barátnőm. Ez megmondom őszintén, ez meg kicsit stratégiai tekintetben volt inkább fontos, mint bármilyen más szempontból, csak ez egy antré akart lenni az iskolában, de ugye alapvetően nem volt, így nem voltak tőlem készen a, a, az iskolában lányok, és tizen, nyolc éves koromban ápon lett az első igazi barátnőm igazából, aki, aki aztán el is hagyott, és a keresedő visszatérve az egy, az egy nagyon, nagyon gázos időszak volt utána. De szerintem kell egy ilyen, tehát hogyha nem hagyott volna soha senki például, akkor ez most hiányoz az életemből, vagy nem tudnám, hogy hogyan kell ezt kezelni, vagy, vagy, vagy egy olyan, olyan mély szomorúság, vagy olyan típusú szomorúság hiányozna, ami, ami hogy, amik a, a amik a hiány egyébként nagyon-nagyon káros lenne szerintem. Tehát jó dolog ez rású művészeknek, nagyon sokszor kell is, hogy megismerjek ilyen mélységeket. Én szerintem az ivás is, meg mindenféle dolog, amiket csináltam, ezek fontosak voltak művészetek, művészi hogy le tudjak ásni a saját magam mélyére, és ugye nem megint csapogok egyébként, de hogy de az öcsémmel szoktuk ezt mondani, hogy a, a zenei irodalomnak a 90%-a a nyárról és a szerelemről szól, vagy arról, hogy nincsen nyár és nincsen szerelem. <laughs> <Mindenki gül> és ezt nagyjából a, a valóság az, hogy 90%-a szerelemről szól, mondjuk leszámítva most mit mondjuk a, a klasszikusok, a Chopin meg ilyesmi, de még őket is ez inspirálta többnyire, hát emberi kapcsolatokból vagyunk, ez, ez visz minket előre. És például ez, amikor 18 éves koromban elhagyott az akarit ez nekem nagyon sok erőt adottam úgy, és alapvetően meg is köszönhetném, aztán meg is köszöntem neki különben, mert az összesen nehézségből, ez meg persze egy döntéskérés, hogy milyen irányba mész, de én a 18 es koromban ültem a kocsmába, a kocsmába persze, ültem a kis söröm fölött, és mondta az egyik haverom, hogy ugye, haverom hogy mi legyen, és akkor azon beszélgettünk, hogy a végül, hogyha, hogyha kurva híres leszel, és mindenki fölé mész, akkor, akkor ez egyetlen hogy bebizonyítsd neki, hogy, hogy vagy valaki. <gül> <gül> és akkor tulajdonképpen szóval csak tízedik kell dolgozni, hogy, hogy nagyjából a médiában is csak ide-oda vagy, hogy bármi legyen. Nem mondom, hogy, 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 ez volt a tüzelőanyag egész végig, de mondjuk egy, egy első rakétának mindenképpen jó egy ilyen csalódás, vagy egy ilyen, egy ilyen bántás, amiből, hogyha fölkelsz, akkor erősebben tudsz fölkelni a padlóról természetesen nem tíz éven keresztül gondoltam erre mindenre, hogy ezt most csak azért csinálom mert hogy mit tudom én, de, de ezek mind olyan kis briket darabok, kis, kis fa rönkök a tűzre, hogy, hogy ezeket, hogyha összerakod, akkor, 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 lesz már a tűz. Hm. Én azt nem tudtam egyébként, hogy neked van még egy fiú testvére. Tehát én azt tudtam, hogy hogy a Tomival testvérek vagy tőled, hogy van egy harmadik is, nem tudtam róla, miért nem beszéltek ennyit, vagy ő mivel foglalkozik? Pont ma találkoztam vele, Balázsnak hívják, ő egy normális ember. <laughs> <laughs> Tehát civil. <laughs> egy normális csávó, igen. Hát ő a hármunk közel a meg a legmegbízhatóbb. Meg a... Ő a középső? Uh -huh. a típikus Tipikus középső gyerek egyébként, hogyha valaki olvasott pszichológiát, akkor tudja, hogy amúgy én is tipikus első gyerek vagyok ilyen tekintetben. Minden hibámat, amit most azelőtt végvettünk, azok mindegy tipikus első gyerek hibái. És a öcsémnek meg viszonylag könnyebb volt egyébként az én kiárt uh, dzsungelben, vésett utamon jönni mögöttem ilyen tekintetben, mert, mert uh, azért én elég agresszívan kiártam otthon például az utat, hogy nekik már utána ne legyen olyan rögös. De az öcsém egy nagyon okos csávó, több diplomája van. Uh, informatikával és ilyesmikkel foglalkozik. Azért nem bontom ezt ki jobban, mert nem tudnám már hogy forrakozik, foglalkozik, mert nem értem egyébként. De Veszprémben él még? Itt a, szomszédunkban, akik nem messze tőlünk egy ilyen 5 perce kávé. Tehát úgy költöztünk valahogyan, a véletlen is, meg a meg picit a direktség is, de a véletlennek több között hozzáhozta, hogy egymástól ilyen 5-8 perce vagyunk mind a hárman, úgyhogy bármi van, akkor ott tudunk teremni. És a szülők még Veszprémben vannak? Ők Veszprémben vannak. Uh, ott laknak. Uh, tök furcsa egyébként, és fel a kérdés, hogy akkor családi ebéd, családi vacsora, mit hogyan van, de tök furcsa, hogy a Veszprém ezt pont olyan távolságban törünk, egy -e 80 közel 100 km hogy a város melyik részére nézzük, hogy, hogy, ahhoz túl, uh, túl közel van, hogy, hogy, uh, hogy messze legyen, de ahhoz meg túl messze vagy közel. Tehát, azt mondál... Ezért nem mentek. Igen, tehát ez a végeredmény. Tehát az a, ó, csak 80 km akkor leugorhatunk. De hát akkor lemeltünk holnap is. Jó, persze, akkor menjünk holnap viszont ahhoz meg messze van, hogy bármikor uh, ott teremje. Szóval ennek az a végedmény, hogy ezáltal nagyjából sosem megyünk. Mert valószínűleg, hogy a most itt egy házának, akkor azt meg kell tervezni, akkor jövő héten, szerdán, reggel hétkor indulunk, mert mendik a mamáikhoz. De egy viszont nem olyan egyszerű, mert annyira közel van, hogy, hogy bármikor ott van lehetőség. De ti hárma fiúk teljesen más karakterek vagytok? Szóval a Tomikában nem teljesen szerintem, és nagyon sok ugyanolyan hibába belépett, amiket lehet, hogy mutattam előtte, hogy itt van ez a gödör, de leszarta és beleugrott ugyanúgy, mint én. Szóval hogy a bulizásban az ő is kivette a részét, de most mára már ő is egy ilyen normálisabb ember lett. Meg a Tomikával tíz éve korkülönbség köztünk, ami nagyon-nagyon ami sok, és ezért ő szerintem, amikor én nőttem fel, akkor ő ezt úgy nézte, hogy, hogy először csak külső szemlélőként, valószínűleg egy picit ilyen picit ilyen ő is szeretett volna nagy lenni, és ő is szeretett volna velünk jönni, és amikor, amikor kb. Ilyen, én voltam, 26-7, ő meg ugye 16-7, akkor lettünk ilyen jó barátok, mert akkor találkoztunk, hogy most egy 20 éves csávó, mit csinálni, egy 10 éves kisgyereken, tudsz feljárni, bulizni, nem tudsz fel semmit csinálni. Tehát el kell tenni egy olyan időnek, ahol, ahol nagyjából így, ez így volt. Felzárkodott, felzárkodott már felzárkodott, és utána nagyon felzárkózott, és aztán jött vele mindenhol. És szerintem nagyon sok tekintetben rossz példát mutattam neki, úgyhogy ez egy, Nekem ez egy ilyen eléggé, uh, nem tudom, a felelősségtudatomat azért ez néha kicsit így, így basztatja, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy a legjobb pélet mutattam neki, és ezt nagyon sajnálom amúgy, de, de nem akartam semmi rosszat, én csak élni akartam, vagy éppen lehet, hogy néha nem, de ez volt a dolgom akkor. De arra jól emlékszem, hogy az X-faktorban a párbajban pont te ki? Na, ez a másik, tehát hogy köszönöm szépen. ez a, ez azt a műsort, mert mindig a jókat tudsz kérdezni egyébként. A párbaj az egy sok-sok az egy éven átívelő gondolat volt a fejemben, mert ugye az X-faktorban effektíve picit ő miatt mentünk inkább. Nem tudom, hogy van-e műsoridőd, de hogyha én csak elmondom. Van. Akkor jó. Majd ő akart menni? Az úgy volt, hogy Tomika, azt hiszem, hogy Balaton Almádiból Veszprémbe sétált hajnalba, kis tasan, de nyilvánvaló, hogy nem annyira kis, hiszen hogyha neki ennek az útnak dolog, akkor, akkor ezt nem az Hány kilométer? Hát az egy ilyen, hát azt pontosan hány kilométer, azt nem tudom, de sétálva azt mondom, hogy egy ilyen három-négy óra biztos van, <síns> négy-öt. Tehát egy, egy, a sétálva Úr is. Hogy elég, elég messze van. Nem vagyok egy ilyen élő GPS, de, de, a de, de maga gondolat egy ilyen irreális ötletnek tűnt, és akkor eljutott egy busz megálló, mert rájött, hogy akkor inkább megvárja a buszt, és ki volt írva, hogy X-faktor jelentkezte, és, és pont aznap hagytál a barátnője, és meg úgy jött, a megmutató ennek, hogy ki vagyok X-faktor, és jelentkezett a Tomika, nekem megmondták, hogy vigyem el. Szóval, hogy picit ő miatta voltunk inkább ott. Én, Te nem is jelentkeztem? Én nem is nagyon akartam menni ebben műsorban, én úgy voltam régen ezzel, hogy ezek a tehetségkutatók ezek teszik tönkre a szakmát, meg hogy az igazi De jó, mintem, ez Tehát, akkor nem voltam még a szakmában. Akkor zenével foglalkoztam, volt. Sőt, érdekes módon a, a szigeten többet léptem fel az X Factor előtt, mint utána. Nem volt, az volt egy, ott egy, ez nem mi volt a neve? Érdekes statisztika. Több minden volt. Volt egy Vengeance nevű zenekarunk, basszú. Volt egy... A Vengeance az nagyon durva volt, abban tényleg ez minden bosszunk. Ebbe. Ez egy hard rock zenekar volt. Akkor volt Obsession, az is egy ilyen, Hát... Minden ne firtassuk. Jó, jó zenekar de volt. De minden, mindegyik rock volt. Én mindig csak A jártam, minden a zenekarokat csináltam egyébként, úgyhogy ehhez értettem. De, de azért nagyon kemény, hogy elkísérled a testvéredet egy tehetségkutatóra, ahová igen. ő jelentkezett, ő akar bizonyítani, és tenyered meg. Hát ez, az, 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 az elég lesz szemétség, nem? Beleg... Go... Ha bele és első úgy, hogy, hogy oké, okay, hogy, a... tehát amikor ott voltunk, és találkoztunk ott egy, emlékszem a szerkesztő, Deák Viki volt, aki kijött a, a folyósóra, és mondta, hogy te vagy a Tomikálka? a bátyja, mondom, hogy igen, akkor nem akarsz egy számot énekelni? Hú, mondom, hát nem. És akkor egy picit beszélgettünk, és, és uh, remélem, hogy jó volt egyébként, és nem, a, nem, a, nem egy másik spanom, de hogy uh, ez jó igen volt már, de hogy az a lényeg, hogy uh, hogy, uh, hogy aztán bementem, de amikor bementem a vállalkotásra, attól a pillanatok kezdve ez lett nyilván az egyik legfontosabb dolga. Tehát ha már belekezdtem, akkor nem akartam félvállaló venni, tehát uh, általában így hogy ha nem csem, akkor nagyon nem csem, viszont ha csinálok, akkor meg nagyon csinálom az előző pszichológusos témából adódó, ez a nulla vagy száz, én csak, csak nullát vagy százat tudok. És, és akkor úgy volt, hogy előtte a tv 2 volt egy műsor, a Popdaláló című remek uh, uh, tévéműsor, melyben én háttérzenész voltam egy zenekarban, viszont uh, viszont ez egy nagyon-nagyon jó zenekar volt, és ennek a műsornak azt hiszem, hogy talán két év alatt élt meg, vagy két etapot élt meg, inkább így mondanám, uh, ezt a műsort látta az RTL-ből ez a szerkesztő, és akkor összerakta, hogy ez a csávú, úgy, ez aki abban a műsor volt, ott valószínűleg itt bejött neki, amit csinálok, a Tomi hogy összerakta, hogy akkor mi testvérek vagyunk, hú, akkor tök jó, és akkor menjek be én is. De én olyan hülye voltam még az egész, mondják, hogy egyébként nekem így nagyon fogalmas volt, én csak azt, annyit tudtam, hogy fogtam egy mikrofont üzen, biztosan, és tudtam bele kiabálni, ennyi volt, a, ennyi volt az nagyjából, bár bár már 27-28 éves voltam, tehát teljesen buta nem voltam azért a világ dolgaihoz, de mondjuk például ilyen szerződések, meg hogy mit írunk alá, meg ilyesmi, az még azért nem, nem Úgyhogy az első egy-két lemes szerződésünk ennek megfelelően ugyanilyen remekül is sikerült, mint amennyire értettem hozzá. A, úgy emlékszem is, hogy az X Factor utáni első évben járt le a, a és, és éjfélkor néztem az órát, <coughs> kimentem az, az októl, nem is az októ, az nyugati hozzá postára, és éjfél, amikor éjfél óra 001 másra feltűnt, akkor így be a felmondásomat a postaládának, akkor már fel mondani, és utána, igen, nagyon ünnepeltem utána, a szóval, szóval ide, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes teher volt akkor, hogy a Tomika akart odamenni, ő akart megmutatni, ketten lettünk végül, volt egy párbaj, aztán én nyertem, nem is akartam olyan nyerni, hogyha valaki akarja, akkor most nézze a Youtube-on egyébként ez a párba is érte főleg a végeredménye. Szóval én ott azért, hogyha ha kérni lehetett volna, akkor inkább azt kértem, hogy inkább, inkább ő menjen tovább amúgy. De, de ez nem egy, egy ilyen uh, is volt. Gondolj, hogy ez a tesódnak az álmát, aki éppen uh, ez, ezért ment oda, és amúgy megvásároltam, amikor nagyon jó volt, ha már itt tartunk, és ha már nagyon őszintézünk, már például a műsorban valamilyen őszinteségi kapcsolat raktál a vizembe, szerintem a Tomika sokkal jobb is volt, mint én úgy. Tehát, hogy én őt sokkal jobb uh, énekesnek hallottam. Miért ne nyertél? Jó kérdés, nem tudom. Ez egy audiovizuális audio műfaj. Valószínűleg, a, valószínűleg egy előadót szerintem komplexen kell vizsgálni. Hát Madonna is egy elég vitatható énektudású hölgy volt, és mégis ő volt a Madonna, vagy a most nem akarok senki, nem akarok neveket mondani, mert, mert most világszárok neveivel dobálózni hülyeség itt a kanapén üldögeve, de hogyha megnézed a világszárok hadát is, ott, ott, is azért nagyon sok olyan van, aki, aki énekel azért, hát tudogat, de nem attól lettő a, valaki. Szóval szerintem egy előadót így komplexen kell inkább nézni, hogy mi a, mi a külső, mi a hozzáadott érték, mi az üzenet. Az üzenet az a legfontosabb szerintem, hogyha belegondolsz, főleg a mai, nagyon árambi uh, uh, is reppes uh, világban az üzenet az tényleg fontosabb, mint a oké, okay, van egy szand, ami jó, hogyha jól szól, de, de a tartalma az most egyre fontosabb lett szerintem. És az, és amúgy a világ összességét nézve, ez kb. így igaz. Nem tudod megmondani, hogy valaki miért, miért jó előadó. Nem tudsz szétbontani, hogy most jó a haja, vagy jól énekel, vagy azt mondja, amit amit én akarok hallani, hanem így komplexen az egész kép egy ilyen. Az X-faktor előtt azt mondod, hogy rockzenekarokban énekeltél. Az X-faktor után mégis miért vállaltál szólókarriert karriert minket? Persze, szerintem ezt nem jó csináltam úgy, hogyha most őszinte akarok veled lenni, mert... Uh... Túl nagy sztár lettél? De nagy sztár lettél az X-faktor Szerintem azon, az éjszakán biztos az voltam. Tehát, hogy a... Mennyien néztek arra, emlékszel? 60, majdnem 64 százalék, azt hiszem. Az. elég. Abban a korszakban, amikor már ilyen sok tévécsatorna volt, ez egy nagy szám volt. Most nyilván régen, amikor csak magyar egy volt, akkor nem volt olyan nagy szám, de amikor már lehetett választani az embereknek, ahhoz képest azért ez egy viszonylag nagy nézettségnek számít, sőt, tehát mondjuk az egy történelmi nézettség egyébként, tehát ez nem, nem, nem tudok ezzel. Nincs, de ilyen már nem is lehetséges. Ilyet, ilyet nem tud tehát, hogy nem, tévében már nem tudsz ilyen számot. Ilyet nem tudsz csinálni, e, illetve elképzelésedre, hogy mi az, amit csinál kéne, az, hogy legyen egy ilyen. De azt tudom, hogy az angolok külön eljöttek megnézni, és hogy, hogy mit csinálnak ezek a magyarok, hogy itt ilyen nézettségek vannak, és gratuláltak meg minden. Szóval ez egy nagyon szép dolog, tehát valószínűleg aznap éjszaka valószínűleg sokan láthattak a tévében is. Ez, ez érezted Ez után? valószínűleg egy történelmi dolog. Tehát a történelmi jellegét utána másnap éreztem. Aznap este, hogy egy kicsit épek, akkor minden este, amikor az x factor voltunk, akkor én minden este, minden adásban ö, magamhoz képest akartam jobb lenni. Sose néztem őket, hogy a többieket, ö, amikor voltak, a, ugye meg lehetett nézni a többieket a, az ő előadásukat, én sem néztem meg, soha nem érdekelt, hogy a többiek ö, jobbak vagy, vagy rosszabbak, illetve, illetve tényleg csak magammal foglalkoztam. Nem érdektelenség miatt nem néztem őket, hanem azért nem, mert nem jó értelemben vélem nem foglalkoztam másokkal, hanem az érdekelt, hogy, hogy, amit én kitaláltam, ami, ami az én e, üzenetem, amit az is mondtam, az én üzenetem az aznap este maradéktalanul tudjon úgy átmenni, hogy, hogy, az, hogy arra napra is büszke lehessek. E, Hozzátenem, hogy ezekben a műsorokban egyébként soha nem vittem visszacsatolva az előző, és ezt azért mondom, hogy nagyon fontos dolog, mert nem akartam volna hibáztatni valami más lehet, hogyha mondjuk kiesek, akkor nem, ne, ne, foghassam rá, hogy most be voltam rúgva, vagy hogy jó, ez, ez meg aztán teljes, érté, teljes értékében meg akartam ezt az egészet élni, úgy, ahogy van. De ugyanilyen volt a döntő, és ott is egy, egy olyan lépcsőfok volt, hogy, hogy egy sok lépcsőből álló lépcsősornak az utolsó lépcsőfoka volt, amire, amire aznap este a legjobb akartam menni magamhoz képest, és nem, nem, az volt a fontos, hogy most akkor nyerek, vagy nem nyerek, vagy mit tudom én, nyilván a versenyszerem hajtott, de ha belegondolsz egy ilyen X-faktornak az elejétől kezdve, hogy ha azt hiszed, hogy 20 nem tudom, ezer emberből te lesz az első, akkor, akkor vagy nagyon tudsz valamit, hogy nagyon hülye vagy. És uh, szerintem inkább a második igaz mindenkire, mert akik úgy jöttek oda, hogy az jöttem hogy megnyerjem meg az jöttem, hogy én vagyok a király, azok általában nem voltak azok, szóval itt a, én azóta is nagyon hiszek a közönségben, nagyon bízom a, az összetartásban, bízom abban, hogy, hogy sokan lehet elérni dolgokat egyébként, nagyon szeretem azt, hogy, hogy ilyen sokan vagyunk, és, és hogy van, az X-faktor hozta eszébként el hogy előtte is ezt csináltam, csak utána lett kinek beszélni, lehet kinek elmondani a, az üzenetet, és uh, mi azóta is a, a közönségünkkel egy ilyen összetartó uh, közeg vagyunk. Szerintem, igen, nem... de nem lett volna jobb, hogyha egy rockbandát alapítasz? Na, és ez egy, most igen, mert jó, hogy mondod, mert közben elkalandozok, hogy, hogy az van, hogy, a, hogy viszont egy ilyen tévéműsor uh, csinál egy, egy elég komoly, ilyen, ilyen stigmatizáló, hatást is, tehát elér egy ilyet, tehát lesz rajtad egy, egy ilyen lemosatatlan valami. Tehát az X factor az öltő a kamerában csak így nézni képes, a haját mindig megcsinálva, éjre ingű James Bond külsejű csávó voltam. De amúgy, amint kijöttem a, a kamerák elő, egyből megítőben voltam, és, és olyan voltam, mint, 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 mint bárki, vagy mint, mint, mint normális korának megfelelő ember, nem nagyon szerettem ezt az kendős bulit, de nyilván ez egy ilyen, ez megint csak egy, egy ilyen komplex valami, kitalált, kitalált a, a show business. Hozzátenni egyébként voltak ennek jó oldalai, egyébként ezáltal mindig jó ruhákban járkáltam, meg, meg a hajamat is mindig megcsinálta valaki, meg mit tudom én, de alapvetően ez nem ez állt hozzám a legközelebb, mert az X Factor előtt egy ilyen, ennek a homlok egyenes ez a, ez a bőrgatyás ez a atlétába, a, kezéből a cigit egyfolytában kipöcc körül a kocsma pulton egy még egy sört kérő típusú gyerek voltam, és ez, meg pont a az ellenkező, és ez, ez, lett egy ilyen, bennem is egy ilyen valami, hogy most akkor melyik is vagyok igazából, vagy hogy ami egy mind a kettő, de ez a fajta ez a fajta dolog, ez az öltönyekendős valami, ez, ez, a kicsit ez a, ez a nem tudom micsoda, ez a, a, a szépkedő valami, ez nem feltételezett egy az igazából, és emiatt nem tudtunk vissza be. Azt a nem is értette volna egyébként, ott hirtelen váltásban hétfő reggelre, hogy most mi ez a metázen, zene, a kiscsából még telepeste még az anyjáról beszélt órákat, ami egyébként mind igaz is, tehát amik ott voltak a diszfaktorban, azok a pillanatok mind igazak voltak, és igazként is éltem meg, de a valóságban, ami, amilyen zenét csináltam, vagy amit csinálnék, vagy amihez közöm volt egész életemben, azt természetesen nem tudtam megcsinálni. És ennek folyamán most nyilván később, későbbekben is az előbb mondtam ezt a, ezt a stigmát, az emberek így ismertek meg, tehát az nem, ezt tudják, te ilyen vagy. Valószínűleg most kicsit így el torzítva a képet, hogy most nekiállnék reppelni, meg mit tudom, meg, meg lógos kagyába járni, akkor azok hülyek néznek. Tehát ez nem az a gyerek, azt így hogy megbondultam. Pedig az ember, pedig az emberek, nyugi nem is fogok elkezdeni egyébként ilyet csinálni, tehát most nem erről van szó, csak hogy pedig az ember kicsit színesebb annál, Uh, van egy nagyon nagy mondásom magamtól, Én azt szoktam mindig, hogy az ember kicsit jobb és kicsit rosszabb, mint amit mondanak róla. És ezt nagyjából, hogyha te is sok nekem beszélgettél, ezt kb. te is vártad szem támasztani, hogy annyira jó azért senki nem jó, mint amennyire gondolják, de annyira rossz sem senki, mint amennyire gondolják. Ez egy, mindenki egy ilyen színes valami. És nekem is nagyon-nagyon sok zenei és nagyon sok zenei irányzat tetszett, de az X-faktor uh, ezt a irányt határozta meg igazából és amúgy meg nem utáltam, és nagyon sok koncertünk volt utána, és nagyon szerettem, és azóta is tökre hás ezért. Aztának az érdekelt, hogy beültem a kocsiba, sziszent a söröm, már néztem, hogy akkor tudtam hogy hol megyünk, ott nyitották az ajtót, kiszálltam, majd jött a ketrezből, megcsináltam a bulit, utána visszazártak, aztán mentem a következő helyre, és nekem ez volt az életem 11 tizen, pár évig. Nagyobb. Már nem ez? Hát most nem, már most nem is más sem. Ö, va, Most más típusú koncertjeink vannak, és amit most elterveztünk, hogy mi felé megyünk, az egy picit másabb irány már. Most igyekszünk a... Ez a darabszám egy szép dolog volt, és azért csúnya dolog darabszámról beszélni, lehet, hogy nem tudom, hogy esemény szám, vagy nem tudom, hogy, hogy tudnám ezt így kifejezni. Hát, Fellépés szám. szám. Ez egy, ez egy tök jó dolog, mert nagyon jól jó tanulság például, meg jól megismered az országot, meg a, meg környező országokat is, meg, meg, az embereket is megismered, meg tök beszélgetsz meg. Én nagyon szerettem ezt a sok-sok ezt millió kilométert, amit, amit, együtt így véghez vittünk. Uh, nyilván zenét tekintetben sem mondhatnám, hogy azt mondtam, mert nagyon sokat gyakorolsz közben, szóval ettől biztos, hogy szarabb nem leszel, csak jobb, ugye. De egy idő után már ez a típusú mennyiség, ez nem lesz annyira, annyira jó. Tehát mondjuk az elején, elej még, még léptünk föl diszkóba is például, Hát, Már nem válasz? Azt, most annyira nem annyira szeretném. Igen, nem, nem. Ez egy furcsa. Viszont ott is tök sok dolgot megtusztanom, hogy például nem nagyon van monitorhangfaj, ezt a nézőknek mondjuk el, hogy a monitorhangfaj az, amiben te hallod magad, mert ők meg mást hallanak, ugye. És hogy csak azt hallanád, amik, ami nekik szól, de azt meg nem hallod, mert csak egy <laughs> ez egy végig. És egy tök jól megtanulsz úgy vakon lenni, hogy azt állod, hogy mit csinálsz, és mégis jól kell csinálni, és belülről kell valahogyan érezni azt, hogy mi szól, és ne legyen hamis, és még pontosít meg mit tudom, szóval, hogy, hogy ezek a én mindig szerettem az ilyen nehézségeket, mert a nehézségekből atomdurvásokat lehet tanulni, és utána, hogyha kapsz egy olyan helyzetet, helyzet, ami mondjuk jó vagy normál, akkor azon meg olyan vagy, hogy, hogy, hogy az meg nagyon jó. Szóval nem bárom ezt de amit most fogunk csinálni, amit felé most megyünk, az, az egy sokkal kisebb fellépés számú, viszont sokkal nagyobb horderejű koncert halmaz, ami, amit, amit, már, már az végre zenekarral csinálunk, amit már végre olyan üzletrendszer csinálunk, amit mi akarunk, végre olyan külön, amit mi akarunk, szóval nem, szerintem én most már elégedett volnék egy, egy évi, nem tudom, 20-30-40 koncerttel, ami jó, ami, 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 élő. amit büszkén tudok Élő Igen, most az élő, az meg egy érdekes dolog, mert ugye ez megint nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy, hogy mi mit jelent. Tehát mondjuk én a magam részéről soha nem plébekeltem egy, egy betűt se. Tehát ebben tekintem, ez mindig élő volt. Tehát a te hangod élő volt, de az zen az pedig uh, plébekről ment. És én mindig élő voltam, és körülbelül 8 éve nem csinálunk olyat sem, hogy 7-8 éve, 7 éve kb. Olyat sem csinálunk, hogy cédről menjen vagy, vagy a zene, vagy pendrive-ról. Mindig a DJ-ek hogy rá egy vagy uh, És most, most egy ilyen formáció az egyik, ami egy zombora-gitár dob formáció az, ami kiváltottanánk ezt a kis a kis helyszíneket, és mm. van nagy zenekarunk és a jövőben nem funkcionál már ilyen zenekaros sem, csak nagy zenekaros. És hogyha egy évvel ezből három, akkor három lesz. Akkor otthon föl külön, és nézem a tévét, és kapcsolatom, és nézem, a, nézem, azokat, akiknek háromszáz van. De akkor is sokkal inkább szívesen csak meg három nagy koncertet, olyat, amit én szeretek, mint mondjuk három ezer olyanban, amit utálok. Egyébként ez egy érdekes stúria, hogy még amikor az X-faktor után ugye mindenki így járkált, hogy beraktad a CD-t, megnyomtad a play és akkor ugye a zenekart nem tudtad magad elvinni egy nap tíz helyszínre, ezért a zenekar a CD-ről szólt, te meg rájönnek, eltér a zenekarra. És egyszer egy Edda koncertnek voltam az előzenekara egyedül, baszott hogy jó, egyébként már így gondolni is, és az Edda fel volt teljes mértékben ö, pakolva lett falak, nagy, nagy dobszett, mit tudom, ez egész úgy nézett ki, hogy tényleg, mint hogy a Wembley lettünk volna. Én meg ott egyedül hangáltam, mint egy idióta, és aznap este, azt hiszem, hogy 8-kor lett vége, és aznap este, hogy jöttem hazafele, eldöntöttem, hogy soha többet értem fog csinálni, és utána soha többet nem csináltam. És most már kezdtem ezt érezni, már nem is olyan már a, már a kis ámplágdokkal és az gitárdobban, hogy tök jó ez, mert minden meg úgy minőségi, meg tényleg jó is szorunk, minden, de ilyet sem akarok már nagyon soha többet csinálni, és most már ezért a nagy zenekar fölmegyünk. Mindegy, nem akarok ilyen túlságosan pofázni, mert tényleg egész csak én beszéltem, hát nézd már, meg, <laughs> ez a nem dolga? is hagytalak szolgítni. Szóval 41 éves vagy Csabi, és még nincs gyereked. Soha eddig nem volt olyan komoly kapcsolatod, akinél érezted volna azt, hogy, hogy milyen jó lenne egy gyermek? csak úgy, mint a Youtube-ra és a Facebook-ra, meg a Instagramra, is kicsit későn, későn, találtam rá. Ez egy olyan dolog, hogy, hogy mondjuk, hogyha ezt az interjút nem most csinálnánk, hanem mondjuk egy egy három-négy évben, még akkor is azt mondtam volna amúgy, hogy, hogy nem, nem nagyon lenne jó kezekbe egy gyerek, vagy hogy nem nekem való ez egész, sőt, kifejezetten nem is szívesen lettem volna bárkinek az apukája, ezt most tök őszintén mondom. Tehát az, hogy ismerek egy csomó ilyen gyereket, az én haveri különben is csomó ilyen gyerek van, akik az apukája sosem látta, néha-néha hajnalban hazavoldalgott, és aztán utána hajnalban megint is tovább, a pénzt az ott az asztalon, abból lehetett lenni, és tök jó, élet, egyébként, most nem akarok nyilván ilyen álszent lenni, mert lóvém azért volt, de hogy, de hogy egy tök jó, jó szituált életminőségben apa nélkül nőtt volna föl kb. A, a, a múltban a gyerekem az egészen százalék. Plusz nem is éreztem maga bacsit ebben a bacsit ebbe a tekintetbe, tehát hogy nem éreztem ezt a, ezt a nekem hú, de nagy család kéne most így meg, meg ilyenek, és, és, ezt most így szörnybe van, de ez tényleg így van. és azért szerintem ebbe később nőttem fel, vagy később lettem, vagy később komolyodtam ebbe bele, vagy láttam meg az értelmét, vagy nem tudom, de... Ez a később, ez azt jelenti, hogy amióta ellen itt ismered? Szerintem igen. Én még ilyen 30, 30 pár éves, koromban is úgy voltam, hogy, hogy nem szeretem a felnőtteket, mert hogy, hogy felnőtteknek meg vannak, azok fizik az iskolában a gyerekeket, ilyen szürke az életük, szar nekik dolgozniuk kell, fú, befizetik a számlákat. Én tavaly ötig azt hogy, hogy kell befizetni egy számlát. Meg kifizette be mindenre, mindenre, volt ember, az asszisztensem, tehát hogy minden, Még az is be volt most írva. Most is van? Most is van, de most már mi be a számlákat, de hogy az is be volt írva a naptárban, hogy ki kell vinni a kukát. Minden, mindenre egy, 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 postán nem álltam végig egy sort. Azt sem tudtam, hogy milyen, hogy kell sárga cseket. Hát, a múltkor voltunk valami és valaki mondta, hogy, hogy, hogy szép kártya, és nem, nem, akartam full hülye lenni, hogy az most mi, nem tudtam azt, hogy ez az micsoda, azt, hogy nem tudtam, hogy ezek az első utalvány a világról kb. így ilyen, mit hogy kell befizetni, hol ki mit intézel, ezekről tényleg én azt, annyit tudtam, hogy van a csapban víz, meg hogy amúgy van, a lámpa, meg, meg télen se fagyunk meg, meg mindig van a Egyébként tényleg, és egyébként ezen felül nem is nagyon érdekes semmi. A hűt, az, minden, az, ideális hűtő, az a hűtő, ami, ami az álomhűtőm lett volna, az totál üres, és csak sörök lettek volna be, bele. E, ennyire sörös hatva. vagy? Szerettem, a, a, volt sok korszakom egyébként, de a nem maradtam, mert ezt így nagyobb tudtam számolni, hogy 5% azzal nem tudod magad úgy tökéletlenül mint a vodkázásra, amit nem tudsz számolni. Tehát, hogy ez egy ilyen jól, jól definálható és számolható darabszámú fogyasztás volt. Na mindegy, de hogy, hogy úgy étterembe jártam, mit tenni, hogy nem annyira volt ez a... Nekem nem, nem volt ilyen otthon érzésem, például sose éreztem azt, hogy, hogy, otthon... Tudtam, hogy egy ingatlanban lakom, de sose éreztem, hogy ez a házanyban lakom, az otthonom lenne. Sőt, amíg akkor a persze, akkor több éven keresztül laktam egy, egy bőrönből. Úgyhogy a bőrönből kisebb, kisebb pakoltam, pedig már egy lakásban laktunk uh, e, de a, az ikea is egy ilyen uh, polcos szekrényt, szerintem három vagy négy év után vettem előtte, mindig a bőröndőbe kipakoltam, uh, ruhák mit tényleg. Csajjal így? Aha, és, és ő ő ezt Ilyen voltam, ilyen, egy ilyen, ilyen, csavargó típusú, uh, ilyen inkább az utcán és az úton szerettem élni. Nem, nem, éreztem, nem volt ilyen, ilyen ingatlan birtoklási vágyam, meg ilyen, meg ilyen, semmilyen birtoklási vágyam alapvetően. Inkább szabad akartam menni, és nem éreztem otthonomnak sohasem. És aztán most rájöttem, hogy az otthon az igazából nem feltétlenül egy, egy hely, hanem egy olyan hely, ahol vagyunk, ahol bármi lett az otthonunk, ahol ott vagyunk. És most már természetesen most már, ahol vagyunk, ezt otthonossá igyekszünk tenni. És, és a környezet is egy, egy otthon kezd lenni. De Alapvetően, uh, alapvetően, nem értem meg még erre idáig, és nem tudtam elképzelni ezt, hogy nekem majd, majd uh, óvodába kell menni, meg, meg, majd nem, nem hajnal így jövök haza. Tehát egy csomó ilyesmit, ami ilyen, ilyen, utilitási dolog, vagy ilyen, ilyen működési dolog, ami egy családba kell, az nekem így, nekem így teljesen a 180 fokos ellentéte volt, amit, amit, csináltam. Most már úgy gondolom, hogy talán vagyok annyira teljes és uh, koromnál fogva, és most már láttam, hogy, most már tudnék egy kisgyereknek mit mondani, most már tudnék úgy élni, ahogy, ahogy elvileg kell, bár persze mondja meg, hogy kell, hogy hogy, hogy hogy, kell. De hogy, de hogy, hogy most már szerintem tudna számítani egy család, sőt, ezen dolgozom, hogy, hogy minél inkább minden inkább ilyen legyek, és mindent, amit a múltban levő dolgokat az ember megjavítani, nyilván nem tudja, de tanulni tud belőle, és hogyha a hibáidból tanulsz, akkor az, az, az elég erős fegyver tud lenni, elég erős tüzelőanyag, amit az előbb is mondtam, és most ebbe az irányba igyekszem, hogy, hogy egy nagyon szép helyetünk tudjon lenni, és tudjak egy kis tanítani én is valamit. De ez kellett elvenni. Tehát előtte nagyon. ezt a soha nem érezted? Előtte nem, nem. Előtte nem tegyetlenül. Nem fejtetlenül. Sőt, igazából a, a legelső, a hosszabb távú kapcsolatom 16 évig tartott. 16 eh, év, melynek a végén az lett, hogy ő elköltözött, és szerintem mindig azt várt, hogy majd egyszer meg megokosodok, de nem okosodtam meg soha. És, 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 és szerintem az volt, hogy én azóta is, tehát hogy nagyon, nagyon jó érzéseket gondolok vissza az időszakra, együtt nőttünk fel, neki már azóta gyerek van és családja, és ennek nagyon örülök egyébként, ha meg itt tartunk. Tehát tényleg ez, ez tényleg egy, egy nagyon jó érzés olyan tekintetben, is, hogy nem tettem teljesen tönkre az egész jövét, hanem, hanem lett egy, egy normális uh, is, de szerintem nagyjából ő is csak engem ismert, meg én is csak őt ismertem 16 éven keresztül, tehát igazából egy ilyen furcsa dolog és amikor amikor ott lett van az ideje, akkor szerintem én agyban ilyen 12 lettem nagyjából, szóval nem tudtam még ezt felnőni, nem is értettem, hogy, hogy mit akar ez az egész. Sőt, hogyha, hogyha ilyen esküvős műsorok, meg ilyen fiák voltak, inkább el is kapcsoltam meg ilyesmit. Tehát én nem, nem hittem, hogy lesz valaha ilyenem nem is, nem hogy nem csak, hogy nem hittem benne, valószínűleg nem is akartam egyébként. Ilyen, ilyen volt tehát az egész történet, az egész alapból. Szerintem, szerintem valószínűleg, valószínűleg, gyerek voltam még hozzá, még három évvel is. És valóban tényleg egy ilyen, ilyen a volt ez, amikor bárki is szóba hozta ezt, hogy na, mikor lesz már a felséged, na, mikor lesz már, ezek a mikor lesz már, mikor lesz már, és mindig úgy be, hogy ez a társadalomnak a nyomása, vagy a nem azt mondtam, hogy eldöntöm. És azt, hogy, az, hogy egyszer valakinek nem, hogy, hogy, így, hanem, hogy valakinek saját magam által eldöntött pillanatban és módon én magam mondom azt, hogy, hogy húzzuk egymásra ezt a gyűjtést, ezt... ha ezt mondtad volna akkor, amikor ott a Miskolci fesztiválon megítuk a hunkét, nem biztos, bár az, aznap hiszékeny voltam azért, de hogy ezt, ezt nem hiszem, hogy elhittem volna. Ez valószínűleg nem. Vagy ez, hogy ilyen, ilyen, ennyire nem sok időt telik ez Ezt, nem hittem volna, szerintem. De az a legszebb, legszebb fordulat az életemben. Május óta, ugye? Májusban mm -hmm. volt ez a Igen. Igen, nagyon szép kis, hát az is a Youtube-on meg lehet nézni, hogy milyen volt a. A csatornádon? <laughs> Amúgy a csatornámon van tényleg, most már tudom. Igen, a mindenki nézze meg a, az esküvőnket. Nem kell megnézni egyébként, ez csak nekünk egy ilyen kis lenyomat, és egy köszönet azoknak, akik ott voltak, vagy akik bármit is részletekben, de nem feltétlenül akartunk ilyen, ilyen klasszikus nagy esküvőt. Tehát az esetemben két dolog volt a fejben, vagy az, hogy csak ketten leszünk, vagy a másik, hogyha meg kell hívni sok mindenkit, akkor sajnos ötezeren, mert ugye azért az elmúlt sok-sok évben az előző sztorikat is így végighallgatva, azért összeszedtem egy pár olyan ismerőst, akik, akiket akkor meg kell ugye hívni. És akkor lett egy ilyen konszenzusos megoldás, hogy kettő között akkor ne legyünk ketten, hanem, hanem legyen az, hogy akkor csak a családunk ott, illetve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűken, aki belefér egy olyan limitbe, amit mondunk. És hogyha ezt a limitet megemeltem volna, akkor tényleg 5000 lett volna, itt, viszont be tudtuk egy olyan vonalá szólítani, hogy, hogy, elég családiasra sikerült kereken száz főt mondtunk ki, és kimondott kifejezett lobby tevékenység volt mindig a reggeli, az ebéd és a vacsora aztán is, hogy kiférjen bele ebbe a száz De a száz fő az így mindenkivel együtt értendő. Szóval mi is benne vagyunk egyébként. És aztán végül is megoldottuk valahogy, lehet, hogy valaki megorrolt ránk, lehet, hogy, hogy valaki megörült neki, nem tudom, de, de az a baj, hogy valahol muszáj húzni egy vonalat. Tehát, hogy te vagy 18 is vágod, hogy, hogy nyilván, hogyha az egész életedben megkész mindenkit, akkor a végén utcavált kell igazából inkább csinálni. Szóval ezt csak azért mondom ember mert nagyon sokan írtak utána, hogy, 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 hogy én is elmentem volna, meg kösz, hogy nem hívtál, meg mit de nem tudsz mindenkit meghívni. Ez nem, mi nem ilyen hét országra szó lakodomat akartunk csinálni, hanem inkább egy, egy, egy magunknak egy emlékeztetést, egy magunk, magunknak egy pillanatot, és igazából pont így is éltük meg amúgy. Pont így is történt, hogy mi ketten voltunk ott, ketten jártuk végig, mi tudtuk, hogy kik vagyunk egymásnak, azt, hogy eznek voltak szemtanúi, annak egyébként tökre ültünk akkor is, de egész csak egymással foglalkoztunk, és, és nem azzal, hogy kivel nem kocitottam még, meg hogy hú, itt van a Feri, feri bácsi, megjött a Lacika, kapott rántott húst, egyáltalán nem ez volt a lényeg, hanem inkább az, hogy, hogy mi egymást uh, tudjuk nézni közbe és hogy mi ezt a pillanatot közösen szép pár vagytok, és nézem a nyerőpárosban a szerepléseteket. Tényleg nagy erőpróba. Tehát azt gondolom, hogy az élet azért nem kínált ilyen konfliktusokat eddig, már is óta nektek, amit most kaptok, és nagyon izgalmas azt látni, hogy ti hogyan próbáljátok ezeket megoldani. De azt tudod, hogy a, sokan elváltak már, akik ebben a műsorban szerepeltek. Ja, egyébként nagyjából meg is értem, hogy miért, mert szerintem elég sok minden kiderül a másikról, meg még durább, hogy magadról is. Magadról magadnak, meg magadról a másiknak. Szóval, és olyan, olyan játékok vannak, amikben nem igazán tudsz elbújni. Nincsen ilyen, hogy, nincsen ilyen, hogy valamit, e, valamit ami, ami, most akkor nehogy ne kiderüljön. Hát itt azért tényleg minden kiderül. Egyrészt az, hogy hogyan viselkedsz. Eleve nekem nagyon durva az, hogy, hogy a koránkerés azt nagyon nem bírom általában volt nagyon sok év, ugye az előzőekből kiszámítva, nagyon sok év, amikor, amikor már lement a nap, amikor felkeltem, és már feljöttem, amikor nem és ezért ezt a nap közbeni létet nem is nagyon ismertem. De még minden mai napig kb. ilyen, ilyen hajnali 3 4 négyig nem tudok eludni, Olvasom a világ dolgait, a kutatásokat, amit én mindenről olvasok, és az, imént korábban említett amerikai tévéműsorhoz is fáj kicsit köze, mert nagyon sokat kell úgy dolgoznunk, hogy, hogy más időzónákban is, és ezért nekem az a hajnali 3-4 vált be, hogy akkor tudok eludni. Na, de hát a nyerőpárosban meg ugye reggel hétkor van felkerés, amikor én jó esetben már mondjuk normál esetben aludni szoktam. Talán, három órája. Ta talán már három órája, ugye. <laughs> és hát akármilyen hülyén is hangzik, ez, ez egy valóságos kihívás volt egyébként. Ez nem egy, nem egy ilyen hímű, hogy akkor hú, nehezen kelt fel a bátyja, hanem, hanem ez egy ilyen rendesen ilyen rosszul létes, ilyen szédüléses, bár ezt nem, mondta, nem mondtam még nagyon senkinek, mert nem ez volt a lényeg, hogy az ember sajátassa magát, de, de voltak emiatt miatt ilyen négy-öt kávés pillanatai egyébként reggel, hogy nem még ezt se ütött be, még azt is hogy a kávét, most nagyon sokat várok. Tehát, hogy, hogy mert ugye éjszaka meg ugye nem tudtam adni, mint ahogy kellett volna. Tehát nem, az, nem azt hozta ezt kívül, és akkor másnap meg reggel hét után majd a koffer, vagy lefeledtek feküdni majd esni de hát ugye úgy hajnalban tudtam csak lefeküdni, nem, nem akarom túl beszélni, de hogy lényeg az, hogy ez a koránkelés nekem nagyon durva volt, és, és örülök, hogy, örülök, hogy elmentünk el a műsorba. Most így nagyjából hogy így összegezve az egészet, azt érzem, hogy ez, a, ez az egyik legjobb nászút, ami, ami bárkinek megadhatott, és nekünk ez volt a nászútunk, ugye? bár kevés olyan nászút van, ahol ők fizetnek érte. Ez a... Egy kicsit tervez, hogy elmentél a nyerő nászútra. <laughs> Igen. Viszont annak örülök, hogy ennyire rendben vagy, és végre, végre, látom a szemeden, hogy boldog vagy. És ennek tényleg nagyon örülök. és köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett a beszélgetés, akkor ajándékozzatok meg bennünket egy lájkal. Like ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten jön a Beköltözve Hajdú Péteres című műsor. Köszönöm, hogy itt voltatok, tehát jövő héten újra találkozunk. Sziasztok, minden jót.